Üdvözlöm a Szerdahelyzet műsor nézőit, és a stúdiónkban üdvözlöm állandó vendégünket, Szigeti Attilát. Attila, szervusz! Üdvözlöm mindenkit! Attila, hétfőn szokunk forgatni, de most úgy jött ki, főleg úgy jöttek ki a válogatott, mert csak hogy szerdán reggel forgatunk. Jött egy hír Balla Béláról, azt a témát átveszik később. De kezdjük a válogatott mérkőzésekkel. Ugye első a szlovák válogatotté volt az oroszokkal. A szlovák válogatott úgy ment oda, idézve Hamsik szavait, hogy győzni mennek. Nem sikerült. De miért nem sikerült? Hát véleményem szerint nem játszott a szlovák válogatott egy rossz futballt az oroszokkal. Viszont nagyon szerencsétlenek voltak, és én nekem úgy tűnt olyan erőtlen a támadójátékunk. A védelem és a középmezőny az talán még úgy megfelelt, hát az a gól, amit kaptak, azért necces volt, de végül is irányították az egész meccset, csak hát nem sikerült gólt rúgni, és hát azt szokják mondani, aki nem rúg gólt, az gólokra játsszák a mérkőzést, így van. Én már bevallom őszintén azon a véleményem vagyok, hogy ezt a szlovák válogatottat teljesen meg kellene újítani. Már ez elhangzott itt a Szerdahelyzetben is az, hogy követeltem én már fiatal játékosokat, akár Hamsik, Kucka és olyan idősebb játékosok helye, aki a jövő helyére, aki a jövő. Nem tudom, mi van például Bénes Lacussal, de hát még ez a Kucka, amit futballozott ezeken a meccseken, szóval ez valami figyelemre méltó, mert ilyen korba és itt hátára veszi a pályát minden meccsen, és fantasztikus teljesítményeket nyújt fizikailag. Szellemileg talán nincs annyira, nem kreatív, sosem volt valami kreatív játékos, de hát Hamsik, aki egyetemben ott azért a Hamsiknak a agya szerint futballoznak. És én úgy gondolom már, hogy én már talán az előző edző után csináltam volna egy olyan korszakváltást. Volt ott egy csere, a 60. percben csinált egy hármas cserét, ami akkor jó szerintem, ha meg akarja teljesen változtatni a játék képét, de mindig idő kell hozzá, 5-10 perc, hogy ilyen nagy cserét megszökjön egy csapat. Szóval nem láttam értelmét, hogy megcserélje a csapatot három játékossal, és 10 perccel le is állt a nyomás. Én is úgy láttam, bevallom őszintén, hogy nagyon rosszul nyújt bele a Tarkovics a meccsbe. És hát ugye Almási cseréje talán 10 percre vitte be, vagy 6 percre, és a szakkommentek meglepően kocián volt a szakkommentátor, és talán egy véleményem volt velem, ahogy néztem a meccset és a véleményét, hogy ugye Almásit nagyon későn vitte be. Azt a jó formában lévő Almásit, akiről ódákot zeng a sajtó, ódákot zengnek a csehek, és hát nagyon kevés időt adott, és adott volt a játéka, a feljátékunk nagyon gyenge ott elől is. Tehát Almási azért a arcosságával és a feljátékával mindenféleképpen levett volna ott egy két játékost, ami általában megnyit volna a terület. Hát én szerintem is későn vitte be, ha bár nem láttam én Almásit játszani azóta, de hát hol láttam volna, mikor innen elküldt. Most lépjünk tovább. Magyarok következő nap az albánok ellen játszottak. Nagyon sok véleményt hallok arról, hogy a magyarok talán fejbe lebecsülték ezt a albán válogatottat. Tehát én szerintem nem igaz. Itt talán egy nyíltabb futballal kellett volna kezdeni az albánok ellen, mert nem képvisel olyan játékerőt technikailag és gyorsaságból, mint talán az angol válogatott, vagy komolyabb válogatott, vagy a franciák, vagy a portugálok, akikkel játszottunk a EB-n. És én azt gondolom, hogy egy nagyon visszaálltunk, nem pressingeltünk rájuk, nem tartottuk nyomás alatt azokat a játékosokat, nem kényszerítettük hibára. És én azt gondolom, értettem én a Rossi-féle taktikát, hogy védekezésben egy gyors átmenet a támadásban, de ez nem működött. Én azt gondolom, hogy a albánokra egy merészebb futballal kellett volna kiállni, és biztos vagyok benne, hogy azok a játékosok
akik, ne, hát most időzőjelben neve nincs játékosok, akik futballoznak Olaszországban talán, de hibára lehet kényszeríteni. Nagy teret adtunk ezeknek az albánoknak, és hát jött a magas srác, ugye a mumusunk, és hát ő berúgta a hosszúba. Ilyen hiányzik talán a magyaroknak. Az sokat elmond a mérkőzés színvonaláról, hogy a hazai csapat 70. percben rúg először kapura, az a csapat, aki továbbjutásért játszott még akkor. Igen, hát az edző Rossi nagyon panaszkodott a sajtóban is, és a nyilatkozatában is, hogy a játékosok nem tartották be a taktikai utasításokat, és talán a 55.-60. percre szétesett az egész koncepció, ami szerint akkor szerettek volna futballozni. Még térjünk vissza a Rossihoz. Én amit látok, elég szélsőséges dolgok történnek körülötte, és talán befolyásolják őt is, mert itt-ott így viselkedik, itt-ott úgy, és el is mondom, hogy szerintem mi az a két szélsőséges dolog. Egyik az, amit például így nevezem, hogy M4-es vonal, amikor hülyére dicsérik azt, amit nem kell dicsérni, és őtől is elhangzanak olyan szavak, amik messze vannak a realitástól, amikor kell a erőviszonyokról beszélni, szóval nem vagyunk ott. Másik oldalon még van egy ellenszél, például a Sportplusban, amikor olvasok, hogy ott már személyes támadások érik Rossit. Múlt héten olyan főcím volt az első oldalon, hogy szembeköpte magát Marco Rossi, és gyakorlatilag két éve megy ilyen ellenszél, hogy ő legyen a edző, mert nem teszi be Zsuzsákot, és ezt elkapta a több média, ami fordítottja annak, amit a M4-en hallasz. Ezek extrémek, és extrém módon viselkedik a Rossi is, például nem gondolt át szerintem azt a mondatot a volt asszisztenséről, amit kimondott. Én a szerdájzetben sose szerettem volna politikáról, de ez a magyar média, a sportmédia és a szakkommentátorok, ez olyan, mint a politika. Nagyon megosztott, és hát ez nagyon nem segít a magyar futballnak. Én azt gondolom, és ez már nem mai keletű, emlékezünk csak a mezei féle, mészői féle válogatottakra, amikor innen támadták, innen tészta, stb. Most van egy olyan edzője a magyar válogatottnak, Rossi, aki tényleg otthon van, nagyon otthon van a futballban, és nagyon átlátja a magyar futballnak a betegségét, és nagyon átlátja a magyar focit. És nagyon jól állítja fel ezeket. Persze, hogy beugrik egy Albániá. Most miért ne ugorjon be, mikor őneki a keze csak addig ér el, míg a játékos nem megy fel a pályára. Aztán már ő a játékosoktól függ, bármelyik edző. Beszélte a keretről a magyaroknál, nincs olyan hú, de nagy keret, abszolút igazad van, van maximum 2-3-4 játékos, aki a topligába játszik. Ellenben a szlovák válogatottban nagyon már évek óta ez a keret, ha veszük azt, hogy milyen csapatokban játsznak, jobb, ezt meg kell adni. Ráadásul annak ellenére, hogy a szeptember-októberi mérkőzéseken jól játszottak, abszolút nem sikerült a továbbjutás. Én azt gondolom, hogy már Kozák se volt a toppon. Vegyük Kozák óta, ott még fiatalabbak voltak a játékosok, Hamsi, Kuzka és a többi. És én azt gondolom, hogy a szlovák válogatott edző problémákkal küzd. És hogyha ide jönne egy szaki, és nem mindent hagynánk Hamsikra, ahogy ők hagynak, és talán mikor edzőt választanak, nem tudom ki van, Kovacsik, ég a csádot, akkor talán megkérdik Hamsikat is, vagy a öreg kutyákat ott, hogy hát mégis jó lesz ez nektek, gyerekek. Én talán így tudom elképzelni. Mert a kabinban ők lesznek egyedül. Így van. És akkor itt talán edző problémákkal küzdnek, és hogyha hoznának egy olyan edzőt, aki azt mondja, hogy no, akkor próbálok alkotni a szlovák mentalitásban, mert mentálisan nagyon jó fölfogásban játszanak, ezek meg tudnak dögölni a pályán. És hát ez nagyon jó, mert ők mindig úgy mennek ki. És hát látható most a horvátok ellen, és sajnos nem tudtam megnézni a meccset, mert elfoglalt voltam, de azért 2-2-t játszani olyan horvátok ellen, hogy tényleg tele vannak világsztárokkal, és olyanok, akik Modricék, akik már azért
tudnak futballozni, vagy tudtak és tudnak is, és olyan idegenben tudnak két gólt rúgni, figyelemre méltó dolog. Ezek azok a dolgok, amik hát el kellene dönteni, hogy milyen edzőt hozunk a kispadra. Kiváló mérkőzés volt, én néztem, és nem csak szakmai szemmel néztem, de észrevettem, hogy élvezem a meccset, mind tévénéző is, és tényleg mindkét csapat jól játszott, horvátok is, annak ellenére, hogy talaj nehéz volt, esett is, olyan tipikus angol foci volt, és jó volt nézni a Iramot is. Viszont folytatnám a gondolatmenetet, hogy igen, a szeptemberi-októberi mérkőzéseken jól játszott a válogatott, jobb volt, mint az ellenfelek, vagy mint például a horvátok elleni meccsen egyenrangúak voltak, de kikaptak olyan meccseken, amikor mérföldökkel jobbak voltak, és ez most már nem egy meccsen, hanem sorozatosan nem tudnak nyerni olyan mérkőzéseken, ahol felülmúlják játékosságban mindenben ellenfélt, úgyhogy ez is arról beszél, hogy itt valami gond van az edzővel. Beszéltünk arról, hogy az a oroszok elleni csere 60. percben, a hármas csere nem volt szükséges, ellenben most nem cserélt, amikor ilyen nehéz fizikai megterhelésnél már a játékosok java része fáradt volt, ott volt a kucka, aki szerintem azt a hibát, hogy 16-os előtt lerúgja a Modricot, azt nem csinálja meg, amikor józanul, még nem hogy kipihenve, hanem még frissen gondolkodik, ott még nem cserélt, szóval nem teljesen értem ezeket a húzásokat, de ezt már szerintem kell a Kovacsiknak is látni, hogy itt nem lesz előrelépés ezzel az edzővel, mert az edző nem érti, hogy mi történik. És azon nevetek most, te gondolod, hogy annyira jött a futballhoz a Kovacsi? Jött egy mérkőzés, most már a magyar válogatottról beszélünk, Anglia ellen Wembley, ami mindig egy ünnep egy játékosnak, és sportszakmai szempontból is, és karrier szempontjából is, és gyakorlatilag mindig a pakliban van, hogy ez kétszer történik, hogy Wembley játszol először és utoljára, úgyhogy ez a szempont is játszott. Kár, hogy ilyen barátságos mérkőzés fluiduma volt az egésznek, hogy már nem volt téte mérkőzésnek. Maximum az, hogy Wembley-be nem szabad szégyent hozni a magyar válogatottra, ez sikerült, de a mi értjei meg a hogyanjai ennek a meccsnek ezen a rálátáson kívül mi volt számodra? Hát először is azt mondanám, hogy ez a Wembley, ez tényleg egy szentély, voltam benne, és hát valami csodálatos stadion. És ugye a bemondó is mondta azt, hogy mikor a metróban, mert nagyon gyorsan meg lehet közelíteni a metrón keresztül a stadiont, és akkor kijöttek a magyar szurkolók, és azért csak néztek angolok, hogy a Hungária, ez elég szép száma utaztak ki, annak ellenére, hogy ugye esélytelen csapatként léptünk pályára. És én ezt szeretem valahol a magyar szurkolókban, viszont azt nem szeretem, hogy bevitték a füstbombát. Ez most megint egy olyan necces volt, és volt is valami konfliktus közöttük. Hát lehet annélkül is szurkolni, hogy megsértjük azokat a dolgokat, amik egy futballmérkőzésnél előírások, mert tényleg felesleges ezek a dolgok, és én azt gondolom, hogy ott meg is fogják a szankciókat hozni, akiknél bevitték, vagy akik nem motoztak kellően. Biztos vagyok benne, de jó volt hallani a Ria-Ria Hungáriát, és hát talán már húgása volt, meg fütyülése volt, meg nem volt, úgy volt jó, ahogy volt. Én azt gondolom, hogy a magyar játékosok fejében is az volt, hogy a Wembley-ben játszanak, és ez mindenféleképpen ad egy pluszt. Bármilyen mérkőzésen, akár barátságos, akár egy ilyen VB selejtező mérkőzésen, hogy egy játékos azért tudja, hogy hol van és ki kellen játszik. És olvastam én olyat, hogy itt most lenézték az angolok, vagy nem, a Southgate lenyilatkozta, nem nézték le angolokat, és tudták ők, az, hogy Albánia milyen, hogy játszottunk az albánok ellen, tudták ők, hogy ez a csapat egy nagyon masszív csapat, Schäfer Andrissal, meg a többivel, akik úgy oda teszik magukat, mert
nem is értettem, miért vette le Rossi őt, betette Vécseit helyette, mert Andris élt, elkérte, tette a labdát, gyönyörűen játszott a srác, és meg is dicsérték őt, hogy nagyon sokat találkozott a labdával. Talán egy olyan változást akart Rossi belevinni a meccsbe, hogy hosszabb labdákkal, vagy abban a fázisában a mérkőzésnek. De Andris, én szerintem még bírta volna ezt a meccset, és még értelmette volna azt, hogy végigjátszol. Belenyúlt az edző. Hát lehet, hogy jól, lehet, hogy rosszul. Ezt már nem tudom, de nagyon szép eredmény is. Még csak annyit tennék hozzá, hogy ez is azt mutatja, hogyha ez a csapat kellően betartsák azt, amit az edző mond, a Rossi. Rossi egy nagyon átgondolt jó edző. Tudja, hogy milyen csapat ellen mit kell játszani, és a elit, ugye említették, hogy a elit ötös ellen, aki a világon elit öt csapat, hát egy magyar válogatott, hogy állnak ki talán egy nyílt futballal? Természetesen más a albán és a angol csapatnak a elleni játék kérdése, de nagyon átgondoltan és jól, és hát oda is kerültünk, és talán a 75. vagy hányadik perc táján még rúghatunk volna egy gólt is, komolyabb játékosok. Azt a lehetőséget azért megküldik kapura, el akarta csavarni ott a Winklibe, de azt a rövidre behúzni, na hát ilyen volt döme, hogy ilyet berúg. Igen, pontosan. A szakmai stábba is be kell építeni nekünk valamilyen módon az A csapat körül egy itteni edzőt, hogy valamilyen módon a utánpótlásnál is legyen egy előrelépés a mi edzőink között, mert nem tudom elképzelni, hogy a Dac Akadémiában például a ifi csapatoknál csupa nem ismeretlen, csupa külföldi, vagy csak szlovák edzők lenne, és a régióból nem lenne senki, az gyakorlatilag olyan út, ami arról beszélne, hogy mi itt olyan tápék vagyunk, hogy nem tudunk egy játékos nevelni, és egy jó edzőt sem, ami nem igaz, és most áttérhetünk a aktuális témára, hogy a Balla Béla, ezt nem többet tudsz róla, hogy már nem asszisztens, ami engem nagyon meglepett. Mi is történt Balla Bélával? Hát én úgy tudom, hogy már nem a stábtagja, és hát azzal a indokkal küldték el, hogy nem tudja a nyelvet. Egy másod edzőnek, hát bevallom őszintén, Hodosban nekem is volt 6 nemzetiség a öltözőbe, de legjobban nem tudtam megértetni magamat a magyarokkal. Azok furtak meg legjobban. Szóval, hát könyörgöm, akkor miért raktok ide? Mert ez a bizonyítvány. Ez egy bizonyítvány, hogyha pár hónap után elküldök egy játékost, vagyis játékost, edzőt, a játékost is el lehet, de edzőt elküldök, akire én voksoltam, már mint sportigazgató, tulajdonos, nem tudom, hogy kinek a ötlete volt, vagy ki, de véleményem szerint Balla Béla 15 évig lehetett volna másodedző. És lehet, hogy megtanultam volna angol nyelvet, én úgy tudom, hogy jár. Mert lehet nyelvi problémája nekem, én nekem sem ennek a nyelvek. Akár még a szlovák se, hát te perfekt beszél szlovákul, én konyha nyelven beszélek szlovákul. De én azt hiszem, hogy ez szakmában nem annyira függő, mikor anti egy másodedzőnek. Egy másodedzőnek mi a dolga? Másodedzőnek az a dolga például, hogy konzultáljon a főedzővel, eldöntsék azokat a dolgokat, hogy működik, mit edzünk, milyen folyamat legyen, mi próbálunk javítani a csapatnál, meglátásai legyenek az edző mellett, mert egyedül a kispadon kevés, egy másodedzőnek be kell szólni mögül le, hogy figyelj, a János ott a másik felén, ott már másik hibát csinál, lehet, hogy nem éppen regisztrálta az, mert máshol fut elfoglalva. Ezekkel a dolgokkal így alá kell festeni az edzőnek és a Balla Bélát elküldjük azért, mert nem tudja a nyelvet ilyen indokkal. Vagy én nem, lehet, hogy hülyeséget beszélek, lehet, hogy csak ez valami pletyka szintű dolog, de hogyha már oda tettük, hazai gyerek, a Béla szakmailag ott van. Én úgy gondolom, hogy X meccset lejátszott a ligába, annak idején jó kis futballista is, és emlékezzünk rá, hogy itt számláltunk, hogyha ide ütetnénk Antit és Bélát, ők nem tudnának futballistát hozni posztokra.
Hát dehogy nem tudnának futballistát hozni. Hát azért ő is tudja, hogy mi a hiányossága például a Beszkorományinak, vagy mi a hiányossága a csatárposzton, vagy mi a hiányossága a középpályásnak. Szóval azt hiszem, hogy a DAC vezetősége ezzel a döntéssel egy kicsit úgy önmagáról... Magát minősíti. Hát magát minősítette. Sefer. Én azt gondolom, hogy az, ami volt itt a Andrisnak a viselkedése és a szurkolói összezördülés, ezt egy szvátlat kell ráborítani valami szinten. Most lehet, hogy én sem megyek oda. Ha engem kurványáznak, ugye? Már ő értette, hogy mi van, és úgy. De viszont Andrisnak azt kell tudni, hogy ő a közszereplő, és hogyha van 3-4 olyan ember, aki ott a megrészegülve azt hiszi, hogy összedől a világ, mert kikaptunk a Nagyszombattól, hát ő még nem. Vannak nagyon komolyabb dolgok is a világon, mint a Nagyszombat, DAC. Szóval ezt azért tudatosítani kell. Úgyhogy Andrisnak ebből le kellene adni, ebből a kis hörtyönförtyösködésből, mert azért itt megvan becsülve a vastagon, és mi is megbecsüljük őt, és tudni kell azt, hogyha Olaszországban üldögélne még a kispadon, akkor talán nem lett volna EB-n. Nem lett volna EB-n, és nem lett volna a magyar válogatott ilyen szinten. Én talán annyit hozzáteszek nagyon röviden, hogy azt az esetet, miután megtudtuk, hogy mi volt ott, milyen előzmények voltak, akkor két vonalba kell oldani. Egyik az, hogy mi történt Nagyszombat után, azt oldják az a háromszög, amiről beszéltem. A vezetőség, security, még a IBS és a szurkolók, így ne legyen csak a IBS-re, nem tudom, hogy ki volt, döntsék el, hogy mi történt és hogy volt. Szerint másik vonal az, hogy egyik klub se dicséri, illetve megtapsolja azt, ha így viselkedik egy játékos. Szerintem lesz valami szankció a mindkettőre. Egyik dolog, fogják kérni azt a bocsánatkérést, ami jó lenne, ha ez történt, akkor a szurkolói tábortól, illetve illetékesektől jönne felé, két játékosok felé, főleg a Davis felé. Viszont a klubnak eltekintve ettől kell dönteni arról, hogy a mérkőzés után mi a követelésük egy játékostól, hogy menjen-e a szurkolókhoz, csinálja meg ezt a gesztust, vagy eszkalálja meg a problémát, ami előtte volt. A klubok java része nem díjazza ezt a döntéseket a játékosoktól. A utolsó gondolat, hogy nemhogy a fejlett országokban ezt azonnal oldják, hanem itt most már Szlovák Ligában is ilyen problémákat azonnal nyíltan oldják. Nézd meg a Weiss, milyen nyíltan beszél problémákról. Más klubok is beszélnek arról, hogy a játékosok mit csinálnak, milyen problémát okoznak, és mi történik. Most már nagyon, nagyon lemaradtunk ezen a téren is, és most már a szlovák médiában is nyíltan beszélnek és írnak róla, hát nem maradjunk mi 1985-ben, amikor valaki azt mondja, hogy mit beszéltek ti róla, hát mit, nem vagyunk kommunizmusban, álljon meg a menet. Hát itt most már tényleg nagyon, nagyon olyan közegnek tűnik, hogy csak azt mondjuk el, ami jó, és akkor csak örüljünk, és csak pozitív hírek jönnek, és ha van valami probléma, akkor ne oldjátok, majd megoldódik, nektek semmi közöttök hozzá, menjetek haza munka után, nézzétek meg a Netflixet, és ne gondolkodjatok. Ez a világ már Szlovákiában sem működik. Nem tudom, miért működjön, de az erdeje. Igyátok a csikisört, egyétek a hideg hamburgert, és pofa be. De hajrá, Dan! Hajrá, Dan! Hajrá, Dan!